Gyerekek, eljött ez a nap is. Elképzelhet, hogy jobban vagyok, ám bár lehet, hogy ez a liter whisky ez kicsit felbátorított. De úgy érzem, hogy tip-top vagyok, ám bár még erre a lábamra így sem bírok állni. Béla barátom, aki most az operatőröm, kitaláltuk, jön a Istok, Matejko, két lányom itt van, remélem jön majd neki is. És kitaláltuk, a Bélának is a kedvence, én idén még nem ettem, lecsó lesz. Gyere Bélán, aztán mutasd be itt, hogy mit készültek. Hát, úgy akartam kezdeni viccből a videót, hogy én csináltam ezt, de semmit nem csináltam. Az égvilágon semmit nem csináltam, annyi, hogy most megkeverem. Vigyázz, vigyázz. Még erőm azért nincsen. Húha, leégett ez egy kicsit. Dehogy égett? Mondom neked, hogy ismered. Úgyhogy ez az első, hogy belekontárkodok. Kicsit leégett, mondom, de nem szabad nem leégni. Kritizálod a főztömet? Ne, leégett, én nem arról beszélek. Nem de tényleg, kicsim van, így van. Jó, mehet bele a kolbi majd. Aha. Jó, tudom, hogy mit csinálok. Na annyi. Tehát is isteni lecsonk lesz. Csak óvatosan. Én mostani whisky után, egy liter whisky után, meg fektort is vettem, egy kicsit be is vagyok kómázva. Úgy érzem, hogy hétfői munkálatokban már valamennyire részt tudok venni. Nagyon bízom, most erős a javulás. Akár ennek a lézernek, amit a Mónikától kaptam, akár ugye a szervezetnek, ugye erős a szervezet, öngyógyító hatással dolgozik, ugye meg akarja gyógyítani a dolgaidat. Az is elképzelhető, bár éjszaka nagyon szarul aludtam. Vagy maga pszichésen az, ugye, hogy gerinc rendben, törés nincs, amitől féltem akár porc, akár ideg, vagy szallag, vagy izomszakadás, amit még mai napig nem tudok, hogy van-e, vagy nincs. Ha 100% tudnám, akkor még jobban pszichésen, még nagyobb erőm lenne, mert akkor tudom, hogy napok kérdése, és tényleg az ember helyre jön. Egy szallagszakadás az volt tavaly itt a kezembe, az nem volt semmi. A vállam eltört ilyen darabos kis törésekbe, de az már összefort, mire emerin voltam. Mondták, hogy azt operálni kéne, azt nem engedtem, de azt mondják, viszont van önnek egy szallagszakadása. Na, arról nem is tudtam, úgy lopakodtam, úgy mentem. Tehát most, ha Bélának mondtam, hogy már hétfőn fölülünk egy lotra, azt megyünk együtt, a régi szép időkben, ami nem is olyan régen volt, mert szombaton együtt lovagoltunk még. Ugye az a utolsó lottom volt, a Borcsikát lecomboltam, jó kis galopot jöttem a lányommal, és utána ültem a Jancsikát, a Béla volt mögöttem, látta az egész sztorit, hogy mi hogy volt. De hétfőn azért még, ha nem is szállok nyereg, mert biztos, hogy nem, de ha már az istálóban valamit tudnék, nagyon-nagyon megköszönném. Akkor onnan már javulás, aztán pip-pup. Mondom, gyere Bélem, dobjál föl egy pár nap múlva, úgyhogy remélem, hogy az lesz. Na itt a lecsó az készül. Az istálóban vannak már Matej, Őrs és Sári lányom, Miruskám fönn van. Fagyi a mélyhűtőbe, tehát az lesz a desszertünk. Ez kolbival, kenyérkével. Mi gondunk? A locsoló megy, virágot meglocsoltuk Bélával, egyéb más dolgunk nincs, iszogatunk egy kicsikét. És viszkit. Viszki, na nem, még hoznak egy üveget. Jó, ennyi gyerekek, úgyhogy még mutasd meg, légy szíves, ezt a finom lecsort. Nagyon jó. Te akarsz bele tojást is rakni? Szerintem nem sok, sok lenne. Akkor hagyjuk kész. A Korbi mehet bele. Kolbász belemegy is. Hadd ide nekem ez, drágám. Tessék. Köszönöm. De hál' Istennek segítő, húha, na bazd meg, így egy kézzel bizony nem tudok. Várjál, nem baj, így csúszkálok, mert úgy csinálom ilyenkor, mert lépni nem tudok, így megyek a lábacskámmal, mert ugye, ha fölemelem, akkor terhelem az egészet. Oké, mehet bele a kolbi, tudod, mit kéne? Várjál. Vissza rakom. Nem, kicsim. Nem oda, ez az. Oda rakd arra a kicsire, és ez tényleg olyan kicsim fogja, hogy nem fog leégni. Úgy jó, mehet, és akkor bele finoman. Kolbász, tudod, hogy kell belerakni, szép finoman, mert hát de ne dobáld, mert szétfacskol. És most takarítani nagyon. Gyerekek, hosszú idő volt az első mosogatásom is megvan. A mosogatógép valamit nem vitt el olyan szépen. És most átdörzsöltem. Ebbe kacsa, még a Béla tudja, mert ugye a Bélával ettünk kacsát, mint is hevet. Ebbe volt a kacsánk, és ugye oda száradt a szélére, mindenre, de most kipostam, úgyhogy már itt tartok. Jó kevernek. Úgyhogy már itt tartok. A teraszon is kim voltam. Hát, nem bírok előrébb jutni.
Esküszöm neked, így ezt tolom előre ezt a... Járja, majd én elköszönöm. Nem bírok előrébb haladni. Ezt meg kell, nem bírok a... Jó, nem bírok a bal lábam, mert még így sem lép. De mindegy, most közérzetem az nagyon jó. Nagyon jó. Eltaláltam itt egy fekvést is, egy másik irányból. Úgyhogy, na, gyerekek, kitartás. Én szerintem nagyon jót javultam. Hát holnap majd gyógyszer nélkül kíváncsi vagyok. Egyáltalán nem szerem gyógyszert amúgy. C-vitamin. Hát ottan. C-vitaminon kívül semmiféle gyógyszert nem szedek. Nem is szedtem soha. Most ez a Factor, de annak is a felét szedtem, és most nem volt itt a Niki, és kaptam egy egészet, benyomtam. De az is olyan 2 órakor volt, nem tudom, hogy az annyira hatott, vagy nem. De ugye van ez a lézeres, ez is azért sokat segít. Egyéb más gyógyszer, nem, meg az idő. Idő és a szervezetnek a segítsége, ami a egyik legfontosabb. És az idő, ugye szépen regenerálódnak a dolgok, és ha nincs ilyen súlyosabb dolog, akkor szerintem puff, aztán egy-két hét nyerekbe vagyok. Plusz mindenkinek, köszönöm, jaj, látogatóim is voltak ma, meg holnap is lesznek. Ádi is mondta, hogy meglátogat, úgyhogy el vagyok halmozva itt minden jóval. Kajám van, rántott húsit kaptam, de mondtam a Nikinek, hogy megszokjuk, mert elkezdek itt rántott, tudom, hogy imádom, de nem dolgozok semmit, megint leszek 80 kiló, nem merek mérlegelni, már biztos már most is hűztem. Ha csak nem a fájdalom miatt egy kicsit fogy az ember ilyenkor. Lóná is így van, hogyha valami fájdalma van, akár mennyit azt neki lefogy, összemegy a ló. Ez így van egy. Istálóban rendbe mentek a dolgok, futók is meg, holnap jön állatorvos kontroll, 3 lovunk van, épp hogy mennek egy élénket, holnap semmi többet. Aztán várjuk a csodát. Na puszi mindenkinek, köszönöm.